Sokat csúszott a beruházás az engedélyek hosszas beszerzése miatt, de most már biztos, hogy új híd épül Atkárnál. A régit ugyanis nyom nélkül elbontották. Ennyi maradt belőle, néhány korlátdarab. A szakemberek szerint kár is lett volna megmenteni, mert miután áthaladt rajta egy különösen nehéz teherautó, egy mérnöki szakvélemény alapján úgy megrokkant, hogy csak időkérdése volt, mikor lesz teljesen vége. 6 cm-t hajolt meg a szerkezet. Szeptember 28-án kezdték elbontani, egy héttel később indult a következő munkafolyamat. Azóta folyik a víz alatti betonozás, szádfalazás, illetve az alaptestek most már elkészültek. Héten indítjuk a hídfőknek a zsaluzatát, és akkor, ha minden jó megy, jövő héten már itt hídfő is állni fog. Aztán jön az úgynevezett gerendás híd és a pályalemez, ami már a buszok is közlekedhetnek december elejétől. A bontás viszont nem várt izgalmakkal járt, több második világháborús bombát leltek eddig a patakmederben a hídépítésnél. Már az első kapavágásnál is, amikor a kotró készült, akkor is találtunk egy ilyen 60 cm-es szárnyas bombát, majd utána még egyet a mederben, illetve a múlt héten találtunk még 3-at. Ezek ilyen orosz rakéták voltak elvileg. Úgy tudjuk, hogy itt volt egy repülőtér a közelben, és ennek ezt támogatva, hogy ezt bombázták ezekkel az oroszok. Még 4 kilométer hosszan rendbe teszik az utat is, az új híd pedig a tervek szerint minden súlyú teherforgalom áthaladására alkalmas lesz.